A biztonságos növekedés, mint legfontosabb elérendő cél, a javaslat kiolvasható értelmezése szerint négy pilléren nyugszik: a biztonság megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes foglalkoztatás elérése. A magyar emberek munkájának köszönhetően a magyar költségvetési tervezés megadja azt a stabilitást, amely szükséges a következő évekhez. Miért is van erre különösen nagy szükség, és miért kell különösen nagy figyelmet fordítani? Kétféle válság mindenképpen terjed a világban. Az egyik a már itt is sokat citált migrációs válság és az azzal kapcsolatos problémák. A másik a világban fellelhető gazdasági válság, illetve annak előjelei. Éppen ezért fontos az a fajta költségvetési tervezés, amelyet most a kormány a parlament elé terjesztett. Mindenki arányosan veheti majd ki a részét a gazdasági bővülésből, a családok, a munkavállalók, a nyugdíjasok és a közszférában dolgozók. Emellett a költségvetés szavatolja az ország biztonságát és védelmét. Magyarország csak akkor erősödhet tovább, ha közben képes fenntartani a biztonságát, és a világ eseményeit elnézve minden okunk megvan arra, hogy a biztonságra sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk. Mert a világgazdaságban véget ért az olcsó pénz időszaka, sok európai ország küzd eladósodással, magas munkanélküliséggel és instabilitással is, nem mellékesen egy kereskedelmi háború is kirajzolódik. És ehhez jön hozzá az a migrációs válság, amit frakcióvezető úr említett, annak minden következményével együtt. A magyar kormány ezeket a körülményeket egyáltalán nem hagyhatja figyelmen kívül. Ezért biztosítunk jövőre a költségvetésben közel 350 milliárd forintot közbiztonságra, a rendőrség működésére és fejlesztésére, terror elhárítással kapcsolatos feladatokra 25 milliárd forint jut majd, emellett januártól újabb 5%-kal nő majd a rendőrök illetménye, ami a korábbi emeléseket is figyelembe véve már 50%-os növekedés. A honvédség 512 milliárd forintot kap majd, ami 85 milliárddal több, mint az idei összeg, és az a cél középtávon, hogy a védelmi kiadások megduplázódjanak. A hazai költségvetés tervezetét és a brüsszeli költségvetés tervezetét egy egész világ választja el egymástól. Mert még a magyar költségvetés a növekedést és a biztonságot tartja szem előtt, addig a brüsszeli jelenlegi formájában a bevándorlást támogatja, így rontja a versenyképességet, és hosszú távon a gazdaság sorvadásához vezethet. Az a legnagyobb gondunk a mostani uniós költségvetési tervezettel, hogy az európai állampolgárok helyett a bevándorlásra és a bevándorlóknak adna több pénzt, mindezt a klasszikus uniós források rovására, és mindezt úgy, hogy a britek kilépése miatt az uniós kassa egyébként is kisebb lesz. És hogy mennyire hiányzik a biztonsági szempontok érvényesítése a jelenlegi brüsszeli gondolkodásból, azt jól jelzi az a hivatalos feljegyzés, amit a mostani uniós csúcs előtt tettek nyilvánossá. Itt van nálam, az ellenzéki képviselők is elolvashatják, azért is, mert nagyon sokszor tagadják ezeket a jelenségeket, de ebben világosan leírják, hogy a mostani 6,8 milliárd euró helyett a jövőben 10,4 milliárd eurót költenének a bevándorlásra, tehát ezzel 2027-ig, mert addig érvényes a következő hosszú távú uniós költségvetési keret, addig kötnék meg a kezünket ebben az ügyben. Nagyon beszédes az egyik grafikon, ahol a migrációs kiadásokra, mint befektetésekre utalnak, tehát még mindig nem jöttek le arról a gondolatról, hogy a bevándorlás végső soron jó lehet Európának. Nem tudjuk, hogy minek kell még annak ahhoz történnie, hogy ez megváltozzon. Az is látszik a szövegből, hogy a kötelező betelepítést még mindig erőltetik, és hogyha ez nem lenne elég, akkor a brüsszeli szövegekben, így például a költségvetési sorokban egyáltalán nem határvédelemről, hanem határmenedzsmentről beszélnek.